Az ötlet úgy jött, hogy én mindig is nagyon szerettem Jimmyt, ismertem is élőben, mert hiszen én még fiatal énekes voltam Janzakat a férjeként, amikor egy rendőrtiszti bálon egyébként megismerkedtünk Jimmyvel, és aztán én utána figyelemmel kísértem a munkásságát. Csak tudja, egy nagy baj van, hogy oda érek, és még mindig nem tudom, hogy mi legyen a művész nevem. Nem segítenek kitalálni. Maga Imre, ugye? Honnan tudja? Imre, Imi, give me, Jimmy. Jimmy az jó! Mit mondod? Jimmy? Ez nagyon tetszik. Adja csak. Ha! Jimmy, ez az! Ez lesz a művész nevem. Látja? Ez is maga kellett. A padlásban játszom, a Hairben, a Cyrano-ban, csináltuk az Edda Musicalt, és ezt követte most egy másik nagyon-nagyon jó darab szerintem, a Jimmy Musical, és ugye tavaly kaptam erre a felkérést, egy éve játsszuk a darabot. Én azt gondolom, hogy ez nem ördögtől való, egyébként az egy világon nagyon divatos műfajá vált, a Queen Musicaltől kezdve az Abba Musicalen keresztül a Mamma Miáig. A musicalt ugye abból lehet jól csinálni, ami tele van drámával, tele van feszültséggel, de közben örömmel is. A dalai hordoznak magukba egyféle szó jó értelmében, de színházat, dramaturgiát, és azt gondolom, hogy a Jimmy dalai erre kiválóan alkalmasak voltak. Kis huncud. Na nem ócka, te fiúcska! Aj! Fel a kezekkel, vagy köpök! Nevök! Vagy... Lövök? Aj, igen, lövök! Mindenki hasra! Angyalok városa, így van, ennek a filmnek az alapján készült a darab, úgyhogy megnéztük egy jó párszor a filmet így csapatostul, társulatostul, és nagyon izgalmas szerepnek ígérkezik ez, hiszen ugye nem mindennapi, nem egy földön élő hölgyről van szó, akit meg kell formálni, hanem egy teljesen földön túli szereplő, egészen pontosan egy angyal, akiben a Jimmy beleszeret a darab alatt, de végül nem lehetnek egymásé. Jimmy majdnem összes dala feszegeti a földön túli létet. Hová jut el az ember, ha meghal? Van-e halálon túli élet? Az emberi megbocsájtás, a szerelmi kapcsolatok. Ugye Jimmyről azért köztudott volt, hogy nagyon szerette a nőket, és őt is nagyon szerették a nők. Ezt nem szabadott volna a musicalből kihagyni, hiszen ez az igazság. Nyilván mi nagyon óvatosan egy picit az egész helyzetet idealizáljuk. Jimmy élete, ugye hát sokan szerették, sokan nem szerették, megosztó személyiség volt. A darabnak az üzenete az, hogy használjuk ki a lehetőséget, míg a földön vagyunk, és míg élünk, és míg megtehetünk mindent ma, azt ne halasszuk holnapra, és éljünk meg minden pillanatot. Szerintem azt, hogy éljünk a mának, picit ez az üzenete. És hát Jimmynek az életének pedig a megfontoltság szerintem, hogy picit jobban át kell gondolnunk az életünket, és meg kell nézni a fontossági sorrendet, hogy mi a fontosabb, a karrier, a család, vagy hogyan kell ezt összhangba hozni, mert nem biztos, hogy neki mindig ez sikerült. A Jimmy valamiféle különleges összeköttetésben lehetett a jóistennel, mint mi valamennyien énekesek és művészek, azt gondolom. És az énekhangján keresztül kommunikált, és hogy megtalálja az ember itt a Földön az örök boldogságot, vagy a túlvilágban keresse-e. Tulajdonképpen erről szól az egész, és természetesen a végső üzenet az az, hogy itt a Földön kell megtalálnunk a boldogságunkat, hiszen ez az, amiről biztosan tudjuk, hogy létezik.